kaja előtt még egy apró apróság, amit észrevettem. Egyedül te nem vagy a szövetségesen mostantól, vagy most még Kata. A főispánok közül. Frakciót kezdeni viszont a városadhat. Ha. A föld kerek és a nap körül kering. Iszakos lettem. Mert meghalt a legjobb barátom, és akkor így elkezdtem inni. Jó, mi? Nagyon jó. Ajánlottam 200 aranyat a uramnak. Nem fogok. Mi is ráállok most a vadászatra. Még egyet lakomázunk, aztán hadba indulok Pestért. Kiküldtem a fiamat vadászni, aki 15 éves. Király. Téged le tudlak verni, csak izé 809. A férjed elveszett egy szemét. Isten nem lett ezt, csak ő. Milyen érzés főispánnak lenni amúgy? Eléggé szar. Így most hirtelen minden feljött. Ugye a rivók tátal az izé engedélyezve raktam, és akkor most izé a másik követeli, hogy ne legyen engedélyezve, és akkor most itt csinálják, vagy mi a... Ne, még csak a szavazásra tetted? Hogy szavaztok róla? Igen, igen, és elfogadták. Ja, és elfogadták, és már is van egy frakció, hogy ne legyen többi? Igen. És erős és akkor... az a frakció? Lehetőségek következik. 135%. Wow, az nagyon gyors volt. Kik vannak benne? Hát csak az a izé... Bel... nem. Egyetlen ember van benne? Mhm. Olvia. Senki más? Mhm. Az a lehetőséged az, hogy megöleted, ami egy elég jó lehetőség, mert ő egy eretnek. Vagy nem tudod elszedni a birtokait annak az okán, de már hogy... izé... de már küldött levelet, hogy... Követelés, igen. És biztos, hogy ő van benne egyedül ebben a frakcióban? Mert eldöntetted, hogy elfogadod a követelését, és akkor béke lesz. Vagy ha nem fogadod, akkor harcolnod kell Olviával. Ami arra jó, hogyha megvered, akkor szerintem elveheted a birtokait. Bár lehet, hogy ahhoz kell a Revoke Title. Ja, ahhoz kell a Revoke Title. Törvény, szóval... Max annyi, hogy börtönben tartatod, amíg meg nem hal. Ugliedben. Te mit csinálnál? Hát neki van 897 embere. A játék szerint, hogyha egyedül van. Neked van 989 embered. Van pénzed zsoldosokra? Vagy szájzok szerint? Egészség. Van pénzed zsoldosokra? Tehát van 200 aranyod minimum? Igen. Akkor szerintem meg tudod verni, hogyha akarod. A másik lehetőség, hogy engeded. Ha kell neked ez a törvény, ha úgy érzed. Ez melyik... Várj, ez melyik törvény volt? A Revoke Title? Uh-huh. Ja, akkor nagyon jó, akkor verd meg, és utána elveheted a címét, börtönbe szállod, mikor legyőzöd, az a lényeg, hogy ne fehér béke legyen, hanem teljesen 100%-ig meg kell verned, akkor rá parancsolsz, hogy fogadj el a békét, akkor börtönbe veted, és elveheted a címét, és akkor Olvia egyből a tiéd lesz. Hol tudok zsoldosokat venni? Military és Mercenaries. És akkor ott vannak, hogy tekered lejjebb, ott látod az árakat, meg hogy mikből állnak. Arra figyelj, hogy ne 10 hajót vegyél véletlenül. Valamiért olyat is lehet, pedig nincs is tengerpartunk. Vagy hát neked végül is van. Nekem nincs. Én alföldi gyerek vagyok. Szóval megvannak a zsoldosok, akkor el lehet őket aztán szalasztani őket, mert nem akarok, igen, ha igen. Mondta. Sőt, 9... nem is kell őket visszavinni a saját területre, bár itt, ja, nem is kell őket, mert mi az, nem foglalkozz velük. Az annyi, hogyha megverted őket, az ostromot se kell velük megvárnod, ha nem akarod őket tovább fizetni. Hát még 393 archer, meg 393 könnyű lovasság elég, ugye? Ez mennyibe kerül, melyik sereg az, amiről beszélsz? Henry. The Finish Band. 8. Persze, hogy északi akad vérelnél fel. Ja, de most itt nem érted, de mondj 837 csak. Azt is nézem, hogy izé. jó sok, csak kis kizalog, könnyű gyalogság. Azok olvadnak rendesen, de számbeli fölényből lenyomod őket velük, szóval igazából ezeket felbérled, lehet, hogy nem is kell a saját sereged utána mozgósítani. Szóval nyugodtan. És utána kirúghatod őket, ha végeztél. Ki lesznek fizetve úgyis. Jó, hogy ilyen sokan vagytok? 1000... Ó, nem is... Ó, az egy elég. Ott írta. Az ő katonai meg elsősorban... Indítom. Lesznek köztük nehéz gyalogosok. Szerintem vidd azért a saját csapatodat is abban az egy megyéből. És ismét igazságos lehetek. Akkor indulok megverni őket. Sok sikert. Izé, herceg nő lettem és már is. Pillanat. Igen. Vezeted a seregedet, arra figyelj. Meg nem mozog mind a kettő együtt, Kata. Mit csinálsz? Nem, egyik eldög el, a másik meg semmit nem csinál. Oké, jó, nyugi.
Én nyugodt vagy. Nyugodt vagyok! Megyek elfoglalni Pestet, várjál, menjem be, neki van 1500, nekem van 1800. Nem tudom miért, hogy hűséges Vilmos, de oké, én is szeretlek téged. De csak egy random, csak egy simán Vilmos. Nálam három hűséges van és kettő Glory Hound a... Aha. Jó neked. Na, a családtól kapok volt a tanácsodat azért. Igen. De nem, csak kettő. Meg egy szeret engem valamiért. Világos. Ezeknek usankájuk van, de jó. Az ellenségednek? Nem. A finneknek? És tényleg? Mi történt? Miről beszélsz? Meghalt. Meghalt Bence. A buta? Nem buta, csak lusta. De, beszélj a fiamról. Az a én fiadról. Fiam is. Igen. Te meghalt. Miben halt meg? Gyenge egészség. GG. Annyira lusta volt, hogy... Lusta volt élni. 24 évesen meghalt. A feleségét próbált hozzáadni valaki, azt amelyik tudod. Okay. Ő amúgy rokona valakinek? Ki? Ilti Aud, az a nagyon jó steward nő. Nem tudom. Ah, éjszakon találtam, azt jó volt a izéne. Éjszakon... Mert jó statjé vannak, nem. Jó statjé vannak, és akkor amiatt gondoltam, de... Nem. Hát el volt pazarolva a bencén. Ezek a jó statok. Itt kéne maradjon az udvarba, az is biztos. Nézem, hogy az udvarban van-e valaki olyan, aki ez... Karvajháznak van 5 élőtagja. Ki fogunk halni? Karvajháznak van 8 élőtagja. Prestige 20. A családi prestige. Nektek? 15. Olyan jó statos, nem akarom elpazarolni valakire. Na, hogyha benn van, akkor az nem pazarlás, mert hogyha az udvarodban van, ugyanúgy használhatod anyja, hogy nem szűnek egy gyereket, de hát hogyha nincsenek specfogényei, akkor az nem is számít, hogy kikinek az anyja. Ha nem nemes, nincsenek lémjei. Valakit megpróbáltok meghívni. Ez egy másik lehetősége. Csak akkor matriniálisan kell hozzáadnod, arra figyelj, mert ha nem úgy teszed, akkor ő lép le. Stein Killing House, annyira jó a címerük. Ki is van a te udvarodban a Stein Killing House-ból? A János eljegyzetje, Holmfried hercegnő. Mi újság a nagyvilágban? A norvégok milyen erősek ott éjszakon? Az a nő meg felnőtt mindenkit a függetlenül pogányként. Tó, ez nem ennek a helynek, de jó. Á, új császára van Bizáncnak. És éppen ezért át akarják elfoglalni, fantasztikus. Bizánc nagyon erős. A szeldzsúgok nem intézték el őket. Mit csinálsz? Még mindig. Nem válaszol, röhög. És folytatja. Kata! Jó, ez egy pillanat. Csak... Hívtam valakit az udvarba. Indítom. Hála az égre. Ó, valamelyik... Viszélyez oda hozzáadom. Tökéletes vagy. Aha, Imre, lázad Imre ellen? Vagy Ipoly? Nem tudom. Oké, most a krími félszigetlen harcolunk. Ó, pillanat. Felnőtt a fiam. Keleti szél ellen harcolunk. Kumé... Megtámadtad Kumániát? Te elmebeteg! Jó, van, az ott nem is olyan sok ember, vagy hát nem tudom, szerintem az a 13 ezer még hozzátartozik, tekint, hogy ez egy horda. Nice! Hát a 6-ban állunk Kumániával. Az mi? Hol? A Kizomos a térkéből az egyik legnagyobb név keleten. Mert? Na milyen képzettség lett a fiamnak? Mastermind Evolution. Viszont minden másban szarastatja, nem vagy azért köszönöm Kata, hogy felváltott. Szívesen. Az a zsakosan. Jó kopasz lett. Ambícióm, szeretnék Magyarország királya lenni. Be tudom börtönözni, de az 44% annak az esélye, akkor most mi ma? Akkor nem tudom, vagy igen? Ha nem sikerül, akkor lázadással lesz dolgod. De kiről van szó és miért? Pereszekenről. Ja, hát én a helyedben várnék, amíg legyőzöm a jelenlegi ellenfelemet. És utána próbálkoznék meg a letalatot. De most már így ostromlok, de... Menjek utána, vagy mi van, vagy ő jön? Nem, hogyha teljesen le tudod ostromolni, akkor nyertél. Hogyha meg a területeidet fenyegeti, akkor nem tudom,
megosztod a seregedet, azt az egyikkel elvered a névelvédőket. Nálam is menekül 600 pesti. Pesti tiszta partján, ezt nem tudom feldolgozni. Borbel, botonnak van most a feleség, és aki nem egy túl jó karakter, de hát tettem. Egyel kevesebb ember van, szóval tudnak ostrolni. Lol, why? Már vasárnap van. Milyen vasárnap? 12 óra elmúlt. Á, és ezt mire mondtad? Hát csak megállítottam, hogy hány óra van. Február van. De úgy arra értettem, hogy már 12 óra elmúlt. Jézusom. Ilyenkor a boszorkányok már elvisznek, ha nem alszod, ugye? Pontosan. Micsoda befektetés volt, mi történt? Idióta. Ja, igen, jó, oké, azt jött a más orvosi tudomány fejlesztése. Ó, a francban nem lehet kifizetni az a tartozásomat. Kikergette a zsidókat a királyunk az országból. Viszont így új orvost is kell találnom, mert az orvosom egy zsidó. Meg az egyik parancsnokom is adott zavarról. Találtunk egy lehetséges orvost, aki 70 éves. Mondjuk 13 aranyért elvállalja, hogy ő lesz az orvosom, csak nem tudom, hogy meddig fog élni. Viszont nagyon bölcs, szóval Levente, gyere. Szóval nem tartozok többé a zsidóknak, így is meg lehet oldani a dolgot. Akkor ezért szoktak ilyet csinálni emberek, akiket néztem videóban, hogy kölcsönkének a zsidóktól, majd száműzik a zsidókat. Mindenki belerúg a zsidókba. Kaptam ismét egy üzenetet a Leviatántól. Tehát akkor Lucifer az én uram? Titokban? Mi vagyok kövér? Kövér vagy? Igen. Mert öreg vagy és az öreg nők azok elhíznak. Nem kövér vagy, hanem részleges. Ja, azt tudom. Ja, azt tudom. Azon tisztel vagyok. Tudom, hogy iszok. Nem kell mondjad. De nem vagy kövér, vagy miről beszélsz? Kövér. Akkor még kaptam meg a címet erre, hogy kövér vagyok. Mert részleges vagy, az arra is működik. Ja. Megint abszolút hatalom van. Ó, az asszaszinok. Most már Szíriában is ott vannak. Massiafban. Tök király. Na, mennyire utál engem a király. Miért csak családot akarja arra is irányítani? Nem értem, hogy miért. De persze az enyém. Akkor ez is megvolt. Leveltem egy lázadás, büszke vagy erre? Én meg elfoglaltam Pestet. Majdnem annyi pénzt keresek, mint az uralkodó, ugye a zsidók nélkül. Remek biznisz terv, hogy elzavarjuk az ország kereskedőit gyakorlatilag. Csak akkor most ilyet Pest? Aha. Pest, Temecsés, bács mind az enyém, viszont ebből csak bácsot fogja megkapni boton, de sad. Akkor most rákattintasz, és jobb egérrel elveheted a földbirtokait, a Revoke Title, és ott elveheted Olviát, és akkor nem csak fejed azt a tiét, hanem Olvia is. Utána foglalkozhatsz Peresszel, semmel vagy mivel, hogy letartóztatod és tőled is. Vagy nem, várjál, Peresszel csemben pont akkor jó, hogy nem tudod letartóztatni, mert ha le tudod tartóztatni, akkor nem veheted el a birtokát, mert csak összeesküdött ellened, vagy nem tudom mit csinált, nem pedig konkrétan fellázott. Hogyha viszont nem tudod elfogni, és harcol ellened, akkor miután legyőzted, akkor elveheted a birtokát, mert akkor már lázadónak számít. Szóval néha jobb, hogyha direkt eléred, hogy harcoljon az ellenfeled, célpontod. Ennyi Molvia. Good job, és tényleg. Temes milyen nagy lett meg Moldva is egyre nagyobb. Ugye Moldva mérete végül is nem nőtt, csak a te birtokaidnak a száma. Oké. Kapzsi vagyok, eddig nem voltam kapzsi. Bujkáljak, vagy nem érdemes? Miért bujkálnál? Hát, mert rám jött, hogy meg akarnak. Új örökösöm van. Aki jobb sokkal, mint Boton, de ő mit fog örökölni? Temest. Ja, mert Balázs is felnőtt, és nagyon jó kém. És rá többen szavaznak. De csak nem Benedek, akire egyedül én szavazok. Viszont abban az a vicces, hogy Temest nem olyan jó, mint Bács. Szóval lehet, hogy csak Botondra kéne szavaznom. Van esetleg lányodok? Nem, nincs. Van női rokonod, aki még nincsen eljegyezve? Egy év múlva megöregszek. Rettegsz mi, de már most is terméketlen vagy már, szóval igazából 45-től öreg vagy. Csak Balázsra szavaznak többen. De jó, én leszek Temes grófja. Na már. Most nagyon elkurtam ezzel a örökösödés változtatással. Megint a grófot csinálok magamból, Kata. Jelen ő lesz a... Jelen, bocs, ez a hőispánnak választjuk, akkor nem szóltam. Akkor ő lesz a hőispán. Oké, akkor még sincs annyian nagy kockázat.
Rákos a férjem. Miért? Rákos a férjem. Igen, Belfegor meg úgy döntött, hogy én igazából lehetnék sokkal lustább is, szóval most attól kezdve nem vagyok diligent. Minden pozitív traitemet elvesztem, már csak 21-es a diplomáciám. Csak vagyok egy csomó negatív traitet. Nem akar összejönni ez a frakcióskodás. Na jó, hogy örökölhető tényleg a királyt. Annyi ott van, a királyi cím. Jó, de... Az, hogy király szeretnék lenni. Új évszázad, Katalin! Ebben az évben fog megöregedni, adja. Biztos jól áll majd az őszha is. Ki az a kuninguda és miért van a börtönben? Mégis nem is az én udvarom, de azért megkínoztam. Kunigundát megkínoztam, fogalmas, hogy ki ez. Magyar, de nem nálam. Vagy nálam? Ki ez a Némber? Csak úgy megjelen nálam, jó, mostantól van egy Kunigundám. Na megvénültem. Botond egy lesz Pest, ezt rá tudom bízni igazából. Azzal nincsen gondolva, Botond kapja Pestet. Balázs kapja Temest, Beledeg meg Temest, már mint a grófságot. Béla és Boldizsár nem kapnak semmit, ha csak nem ülnek fel és derül ki, hogy tök király. Kölykök. Kölykök. Tök jó, Borbál a Rákos. Ki ez a Borbál? Botondnak a felesége. Oké, Imre megint jön nekem egy szívességgel. Úgyhogy bejön a frakciómba. Nagyszerű. Benedek lehet ambiciózus. Benedek az okos fiója. Oké, legyen ambiciózus, akkor is nem kedvel érte. Remélhetőleg ez nem szúrom magam gerincen. Még fel tud nőni, aztán rászavaznak, remélem. Mert hogyha nem, akkor nagyon megnehezítem majd az életét Balázsnak. Hogyha ő lesz, ővel leszek én, tehát a saját életemet. Nehezítem meg. Oké, már is vagyunk 57%-nyi király. Te akarsz csatlakozni a frakciómhoz, hogy én legyek a király? Gondolom nem, mert nagyon szereted a jelenlegitosok. Az adnatikus, kognatikus, give a hogy örököl mindenki? Amúgy. Az agnatikus kognatikusnál a fiúk örökölnek elsősorban, akkor örökölnek lányok, hogyha nincsenek fiúk. Hogyha abszolút kognatikus, akkor az, hogy mindenki örököl, fiúk, lányok ugyanazon jognál fogva, a születési sorrendben, akár fiú, akár lány, egyenjogúak. De mindenki örököl amúgy, és nem mindenki egyet. Nem, úgy hittem, hogy mindenki örököl, például van két földterületem, akkor az szétoszlik. Kettő ember között, ja. Az elsődleges címet körül az elsődleges örökösödhöz, tehát a fő ispáni rangod, meg a fő grófságod, vagy fő megyéd. A másodlagos pedig kerül a másodlagoshoz, a harmadik a harmadlagoshoz, már mint így gyerekekben, születési szám alapján, vagy szavazati szám alapján. Úristen, mi történt? Beledek szerzetes akar lenni. Nem! Nem leszel szerzetes, Beledek. Ambíciózus szerzetes? Nem tudom, nem akarok belőle szerzetesen. Nem, de vagyok kedvencem, téged akarok örökösnek. Stresszes leszel, ez van. Bocsi, Benedek. Ha egy vacak gyerek lennél, akkor esetleg elengednének, de tök jó örökösöm lennél, hogyha túl teljesített még Balást is. Mondjuk Balázs lehet, hogy meg fog engem ölni az intrikájával 17-es. Utál téged? Nem engem, már mint hogy majd, hogyha Benedek lenne az örökösöm. Akkor lehet, hogy Benedeket legyék volna. Oké, pillanat, meghalt László. Ki ez a László? Nem ő halt meg, ki halt meg? Valamiért véget ért a szövetségem. Hát László a fejedelme Erdélynek. Ja? Ó, ilyen. Ez még ilyen. Igen, ő még ilyen, nem tudom, hogy ki halt meg. Nincs több B-házassági ízünk. Kant Mihály meghalt. Ja, meghalt a fia, aki ezt az avatot várik a lányom. Ki az adja most Erikát? Oké, Erikát kb. Véglegesen elvesztettem, nem? De lett egy gyereke. Aki a grófnő. Ja, tehát a saját lánya alatt van rangban. Aha. A saját lánya alatt van rangban. Ő a régens, szóval... Abba új... közeli kapcsolatban elvedünk. Te hogy bírod? Ó, még izé, így őszen se vagy csúnya. Köszi. Még van 2000 emberem. Szívesen. Most jutottad a dolg? Meg megverjük a kumánokat. Mondjuk jönnek. Oda néz, hogy jönnek a keleten. Nem tudnak rávenni se, hogy engem pártolj a trónra. Most már lusta is vagyok. Vagy hát lajhár vagyok, hála a sátánnak. 1, 2, 3, 4 bűn. Igen, mindegyiket megkapom elvileg. Idővel összeszedem mindet. Pillanat. Umár, oké. 4 ember. Mindenkit a tanácsomból meg kell vennem. Borbál úgyis lesz, hogy hamar meghal. Mindenkit lefizetsz.
Ettől a csávótól vettem egy szívességet, és nem tudok tőle, vagy nem tudom behajtani rajta ezt a szívességet. Tehát, ja, továbbra is működik a játék. Tehát én jövök neki egy szívességgel, nem az, hogy... Mert elfogadta, hogy... Na mindegy. Tehát jövünk egymásnak egy szívességgel. Egyszerű. Ennyit a frakció. Nem leszek király. What the fuck happened? Kiakasztottam a mérőt. 145%-nál tartunk. A királyi seregeihez képest. Vagy a királyok nincsenek seregei. Kétszer vagyok benne. Ja nem, ez Imre. Ja, csatlakoztam Imrének a frakciójába, mert engem kidéptetett a király. De meg csatlakoztam Imréjébe, hogyha nem szünteti meg. Oké, megszűnt, akkor nem érdekes. Még legalább ezt a szavazást hadd tudom le. Ja, nem már sikerült, akkor nem szóltam. És egy év múlva szavazhatunk ismét a városok adóiról. Köszönöm szépen a játékot. Én köszönöm, közben... De már ki... Kumának mentem megverték. A képből. Tessék? Kumának megverték a magyarságot rendesen. Terjeszkedünk Salomon, de jobb kézben lenne a királyság az én kezemben, hogyha nem lennék a sátán kutyája. Megint rá kell mennem a teológiára, jövő október. Oké, jövőre sok minden fog történni. Kettő dologra is rá fog kattintani. Azt a mindenit. Minimum. És te hogy állsz? Van két birtokod is van. Pereseken nem akarod megszerezni magadnak, akkor vagy mi a terv? Kievnek csak 1000 katonája van, mert éppen háborúznak, hogyha ez mond neked valamit, szóval Torkit lehet, hogy meg tudod most szerezni. Az is egy lehetőség, hogy én segítek neked Torkival, de hát nem lesz velem király, mert nem csináltok frakciót, csak akkor nem szóltam, nem segítek. Addig kellett volna támogatod, amíg lehetett volna támogatod. De... Jó. Na. Szia. Szia. Jó éjszakát. Magas. Szia. Köszi. Thank you.